Van egy politikus, Völner Pál, aki mostanában azzal került be a hírekbe, hogy a Pegazus megfigyelések egyik kulcsfigurája, valamint hogy a gyanú szerint 80 millió forintot vett át a bírósági végrehajtói kar elnökétől. Aztán van egy másik politikus, az ex-jobbikos Volner János, aki a kvázi egyszemélyes Volner pártjával nagyjából mindent megszavaz a Fidesszel együtt a parlamentben. Most közleményben azt jelentette be, hogy nem fog indulni a választásokon, mert nem akar szavazatokat elvenni a Fidesztől. Arra voltam kíváncsiak, hogy az emberek vajon tudják-e, hogy Volner és Völner nem ugyanaz az ember. Mit gondol arról, hogy a Volner visszalép? Nem is hallottam róla. Tudja, ki az a Volner? Ezt hogy tudom, persze. És ki az a Volner? De volt államtitkár, nem? Az a Völner. Ja, akkor Volner, akkor nem tudom, akkor még pláne nem. Mit gondolnak arról, hogy Volner bejelentette, hogy visszalép? Demokrácia van, nem? Tisztességesnek, becsületesnek és nagyon korrektnek tartom a falit. Most erről a Volner pártról beszéltünk? Igen. Akkor igen, ennyi. Tegnap néztem a riportját a tévébe, kalapom mellette. Önök szerint egyébként könnyen összekeverhető Volner és Völner, a két politikus? Nem. Nem. Volnerről hallottak? Az a... Nevét, igen. Meg a... kenőpénzes csávó az, ugye? Mit gondolsz arról, hogy a Volner bejelentette, hogy visszalép? Ja, a Volner párt. Hát azt, hogy most derült ki az igazság, hogy mekkora egy nagy kamupárt volt ez, meg hogy igazából a Fidesz szekerét tolja folyamatosan. Belátta, hogy biztos nem lesz annyi szavazata, amire számított. Különben jó ember a Volner. Ki? A Volner. Volner. Jól tette. És miért tette jól? Hát erkölcsileg szerintem mindenféleképpen. Mit gondol arról, hogy Volner bejelentette, hogy visszalép? Kicsoda Volner? Igen. Nem hiszem el. Ez változik. Kormányzattól függ. Ettől a kormányzattól nem várható, más marad a Volner szerintem. És tudja, hogy Volner és Völner két különböző ember? Nem. Azt hittem, hogy csak eltévesztette a betűt. Mit gondol arról, hogy könnyen összetéveszthető Volner Völnerre? Nem, hát aki figyeli, az nem téveszti össze. Hogy ért, hogy visszalép? Hát visszalép az indulástól, tehát nem fog indulni a választásokon. Volner Pál, ez a legkevesebb, amit megtehetett szerintem. Zsaroláson meg mindenre meggyanúsították, hogy egy pénzt fogadott el, kenőpénzt elég nagy összegben, innentől kezdve mi a kérdés? És azt tudja, hogy van olyan politikus, hogy Volner, és van is, hogy Völner? Van. Igen. És most melyikről beszélt? Akkor én tévedtem, a Völnerről beszéltem, igen. Volner Pál volt a jobbikos, valamikor őről is tudom ezt mondani, inkább jobb lett volna, hogy el se indult volna, vagy egyáltalán, hogy közelben szerepelt valaha is. És vannak olyan beszélgetései, amiken Volnert és Völnert összekeverik? Hát az élet buta ember, aki összekeverje volna. Különben az is egy rendes ember, hogy egy kis pénzt eltett. Én is eltettem volna, ha megkínálnak. Volner, Völner, Volner, Völner, Volner, Völner, Volner, Völner.